Játékmesék! Sziasztok! Ma egy tűzoltóság munkájába tekintünk be ismét, és már is riasztás van. Az elefánt és a rinocérosz a mi két tűzoltó hősünk. Gyorsan öltöztessük fel őket, mert már várják a bevetésen. Adjuk rájuk a védőkabátot és a sisakot, mert nagyon fontos, hogy ők is biztonságban legyenek. Induljunk is! Lássuk, hol van a vészhelyzet. A városban kigyulladt egy épület. Menjünk gyorsan, de először szereljük fel a tűzoltót azzal, amire szükségünk lehet. Vigyünk egy ásót, az mindig kellhet a tűzoltáshoz. Vigyük el a locsolótömlőt, és vigyük el a mentőpárnát, a felfújható mentőpárnát. Lássuk! Ajaj! Fent rekedtek a tűznél! Gyorsan! Mentsük ki őket! Mentsük ki őket! Gyerünk! Mentsük ki! Gyere, gyere, kisegér! Ugorj! Ugorj ki! Már jön is! Már jön is! Menjünk tovább! Gyorsan mentsük meg a többieket is! Gyere, gyere! Gyere, kis malac! Gyere! Mász le! Ne félj! Csodálatos! Ő is megmenekül! Gyere, kis cica! Igen, ő már sokkal bátrabb volt, mert látta a többieket, milyen gyorsan megmenekültek. Gyorsan, hogy mindenki biztonságban van, oltsuk el a tüzet. Először is csavarjuk a helyére a tömlőt, és nyissuk meg a vizet. Gyerünk, nincs vesztegetni való idő. Gyorsan irányítsuk a vizet a tűz fészkére. Kiváló munka! Lassan teljesen elutt a tűz! Igen! Szép munkát végeztünk! Meg is ünnepelnek bennünket érte! Nagyon jó! Mindig nagyon szeretek hős lenni! Szeretem, ha megünnepelnek! Lássuk tovább! Ajaj! Újabb tűz van! Talán a szomszéd épületre is átterjedhetett a tűz! Gyorsan! Pakoljuk össze újra a felszerelést. Igen, ez a szomszéd épületre is átterjedt tűz. Mivel hogy itt most magas az épület, gyorsan fölfújjuk a mentőpárnát, amire kiugorhatnak és biztonságban érkezhetnek a földre. Gyere kutya, nagyon ügyes vagy. Gyorsan, menjünk a cica alá is. Igen, és ő is kiugrik. Nagyon ügyesek. Most, hogy mindenki biztonságban van, újból oltsuk el ezt a tüzet is. Gyerünk, gyerünk. Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos gyorsan reagáljunk. Mert ha másként teszünk, akkor sajnos az épület a tűz martalékává tud lenni. És szegény kutyának és cicának nem lesz hova visszamennie lakni. Gyorsan. Még ezt a tüzet is oltsuk el. Oltsuk, oltsuk. Igen! Sikerült! Nagyon jó. Nagyon szép munka volt. Gyerünk, gyerünk! Amikor a tűzoltók nincsenek bevetésen, edzenek. De nem mindig van idejük erre sem, mert nagyon sok bevetésre mennek. Nagyon-nagyon sokszor hívják őket. Szerencsére ők erre mindig föl vannak készülve, és pillanatok alatt el tudnak indulni, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Ó, most az erdőben tört ki valami probléma. Lássuk, gyorsan-gyorsan. Most helikopterrel megyünk, készítsük oda a kosarakat. Bármi megeshet, és az első segélyládát se felejtsük otthon.
erdőtűz van, ez szörnyű, rettenetes. Valahonnan gyorsan vizet kell szereznünk. Igen, a kosárba hozunk vizet a tóból, és azzal eloltjuk az erdőtüzet. Gyorsan megtöltjük ezt a hatalmas nagy kosarat. Felhúzzuk, és már megyünk is vissza oltani a tüzet. Gyerünk! Nincs vesztegetni való időnk. Gyorsan, gyorsan. Oltsuk is el. Egy megvan, de elfogyott a vízünk. Menni kell újabb adagot hozni. Nagyon fontos, hogy elegendő vízzel locsoljuk le a tüzet, mert csak akkor lehetünk benne biztosak, hogy elalud. Vissza-vissza gyorsan. Jó, pont fölötte vagyunk. Engedjük a vizet, és elalud. Szerencsénk volt, és nagyon ügyesek voltunk. Gyorsan hozzunk még. Nagyon kell ez a víz, nagyon kell, nem terjedhet tovább a tűz, nem fenyegetheti a várost. Gyerünk, 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 igen, ez már egy hatalmas nagy tűz, de szerencsére még épp idejében ide értünk, és sikerült, eloltottuk, csodálatos. Imádom, amikor sikerül a bevetés. Nagyon jó. Menjünk hát tovább, vihar tört ki a tengeren, így aztán újból szereljük fel a helikopterünket. Nem lehet tudni, hogy milyen vészhelyzetbe kerülünk. Menjünk és segítsünk a bajba jutottakon. Ó ne! Valaki hajótörést szenvedett, és az utasok ott maradtak. Hűtőkön, jégtáblákon és dobozokon próbálnak megállni. Gyerünk, gyorsan engedjük le nekik a kosarat. Gyere, ne félj, felhúzunk és megmentünk. Jó, egy megvan, már csak két bajba jutott szerencsétlen van. Gyerünk, 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 gyorsan. Hopp, ugorj be, ne sírj, semmi probléma, itt vagyunk és megmentünk. Ugorj, bátor vagy, ez az. Sikerült! Már csak a malackát kell megmentenünk. Gyerünk, mentsük meg a malackát is! Gyere malacka! Ne sírj, ne zokog! Itt vagyunk és megmentünk. Ugyanúgy, ahogy a barátaidat. És igen! Csodálatos! Sikerült a bevetés! Megmentettük mindannyiójukat. Csodálatos munka ez a tűzoltó. Nagyon-nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni. A bajba jutottak volna. De hajaj, újabb probléma van. Újból bevetésre kell induljunk. Menjünk gyorsan, és szedjük össze a felszerelést. A felszerelést mindig letisztítjuk, és eltesszük. Hóha, csak nem sikerült annyira eloltani azt az erdőtüzet, mint szerettük volna. Lehetséges, hogy még további tűzfészkek megmaradtak. Gyorsan, próbáljuk hát meg ismét eloltani. Húzzuk fel a vizet, a már jól ismert módon, és menjünk, locsoljuk le a tüzet. Gyerünk, gyerünk, nincs vesztegetni való idő. Egy tűzfészek kialudt. Menjünk újabb adag vízért. Gyerünk, gyerünk, és már húzzuk is fölfelé, menjünk vissza a tűzhöz. Igen, itt is vagyunk, engedjük ki a vizet. Ez is kész, hozzunk újabb adag vizet. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű vízzel öntsük le. Mert hát láthatjátok, az előbb is azt gondoltuk, hogy 100%-ig eloltottuk a tüzet. Mégis sajnos néhány tűzfészek megmaradt. De most nem védjük el ezt a hibát. És az utolsó. Gyerünk, gyerünk, húzzuk fel.
Nagyon sok vizet fogunk most kisnócsolni, csak azért, hogy nehogy még egyszer előfordulhasson az, hogy újra begyullad az erdő. És igen, most már biztos, hogy teljes sikert arattok. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon szép munka volt. Játékmesék!